Hozd fel Isten azt a napot, hogy süsse fel a harmatot, a mezőkről, s a bánatot a szívekről. Egy anekdóta jutott eszembe, amikor ezt a 80. évfordulót láttam. Deák Ferencet egyszer elhívták egy barátjának a születésnapjára, és hát fölkérték a haza bölcsét, hogy hát ő is mondana valami kis kedves köszöntést, és akkor Deák az adoma szerint, ugye róla elég sok adomát őriztek meg, azt mondta, hogy aki 60 éves korában nem elég erős, aki 70 éves korában nem eléggé egészséges, és 80 éves korában nem elég gazdag, abból már nem lesz ember soha. Na most kicsit átgondolni ezt a történetet az életben van valami, mert ha végig gondolom egy könyvkiadó életében, azért 60 évesen, hát bizony azért az elég erő, és elég kitartás kell, hogy ez a könyvkiadó még 60 évesen működjön. Az egészséget én annak tudtam be, hogy bizony 70 évesen is meg kellett tudni őrizni azt az olvasó közönséget, azt a kört, amelyik a Püski kiadóra olyan nagyon fontos és nagyon emblematikusan jellemző. És bizony az egészség, ami 80 évesen beköszönt, az pedig az a szellemi-lelki egészség, örökség és lelkiség, amelyet a 80 évvel ezelőtt megalapított Magyar Élet Kiadó teremtett meg, és azóta Püski Sándor, Illus néni és az egész kiadó gondoz. Minden sikeres férfi mögött áll egy nő, és Illus néniről nem lehet eléggé meleg szavakkal nem megemlékezni. És egy páros interjút adtak a hűségdíj kapcsán, amit az interneten megtaláltam, és abban Illus néni az alábbi gondolattal zárta, amikor kérdezte a riporter, hogy de hát hogy tudták, hát mégis mennyi küzdelmet, és mégis mi adott ehhez hitet. És akkor ez volt az ő mondata. Magyarországon régen is, és most is egy írócsoport építi a magyar tudatot. A másik pedig építi a másik tudatot, a magyartalanság tudatát. Szóval ez a verseny megvan. És csak azért szabad működtetni tévét, meg rádiót és könyvkiadást, hogy a magyarság megmaradjon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt hiszem ennél frappánsabban a Püski Kiadó elmúlt 80 évét, és reményeim szerint a következő 80 évét nem lehet összefoglalni. Jó Isten éltesse a hagyaték hordozóit, gondozóit, az egész kiadót, és mindannyiunk javára kívánok további sok sikert. Van magyar nyelvű irodalom, de a magyar nyelvű irodalom két részre oszlik. Van egy nemzeti érzelmű magyar nyelvű irodalom, és van egy nemzetközi érzelmű magyar irodalom. A nemzeti érzelmű irodalmat én azt nevezem, ami a nemzet a magyar lélek emelésével foglalkozik. A nemzetközi irodalom, magyar nyelvű irodalomnak meg azt nevezem, amelyik nem ezzel foglalkozik. Nem ítélem el egyiket se. Lehet mind a két oldalon nagyon jó, és lehet mind a két oldalon nagyon rossz, mert van mind a két oldalon rossz is. De egy magyar lélket segítő kultúrpolitikának a feladata a magyar nemzeti irodalom támogatása, segítése, hogy eljusson azokhoz, akik, ha nem is tudják, de szomjaznak rá. Lehet, hogy nem tudják, de szomjaznak rá, mert azért keserednek be, azért lesznek nihilisták, ahogy a hitet is szomjazzák, azért kezdenek el drogozni. Higgyék el, hogy azért kezdenek. Mert nem éreznek hitet, mert nem sugározzák feléjük a hitet azoknak, akik sugározniuk kell. És ez a feladatunk, mindjártunknak ez a feladata, nekem is ez a feladatom, mint kiadó, önöknek is ez a feladata, mint olvasó, vagy mint író, vagy mint
kultúrával foglalkozó emberi lény, magyar emberi lény. Ami itt van, azaz én, jó bátyám is, itt van ő is, a mi személyes létünk. Ezt most itt látják körbe. Mi ebből éltünk. Ez a teljes bensőnk. Van egy makacs ember, aki egyébként csendes, és ez a csendes makacság, ez szinte szent makacság, ami benne volt, és ami teremtő életet adott, és teremtményeket könyvesbolttal, népi írók támogatásával, irodalom szervezéssel. Ez volt az ő sorsa, ahogy egyébként a könyve címe is mondja, könyves sors, magyar sors. Valóban magyar sors is volt ez, nem csak könyves sors, hiszen tudjuk, hogy mi mindenből igyekeztek kirekeszteni őt, tudjuk, hogy következett a börtön, aztán következett elég hosszan a kerámia, ami azért egy kényszeredett pálya volt nyilvánvalóan, aztán következett az emigráció. Az emigrációban azonban megint megszületett a teremtés lehetősége a Piski könyvesbolttal, egy 82. utcával. Akik jártak nála kint, vagy náluk kint, azok mondják, hogy Ilus néni, mint főszereplő, azonnal megvendékelte, kedvesen megsimogatta a fiait, neki mindenki fia volt egyébként, és beszélt, és közben meg lehetett nézni a könyveket, lehetett vásárolni, és szervezte egyébként a nagyon fontos utakat is hazai íróknak, irodalomtörténészeknek az ottani magyarság körében. Az az irodalom, amelyik nagyjá lett a 20. században, az részben azért lehetett nagyjá, mert Piski Sándorék felkarolták.